Sziasztok! Itt vagyunk a nyári Playten, és Lulu cosplay-el fogunk beszélgetni. Sziasztok! Mesélj nekünk kicsit Lulu cosplay. Mi beöltöztél ma be nekünk? Én a Hellblade Senua's Sacrifice című játékból Senua-nak öltöztem be. Hogy esett rá a választásod? Hát ez a játék egy nagyon különleges játék, és engem nagyon-nagyon magával ragadott, így hát ezek után így egyértelmű volt, hogy a hősnőt azt cosplayelni szeretném. Tehát akkor mondhatnád, hogy játszottál is vele? Igen, nem is egyszer vagy háromszor végigvittem. Van másik olyan játék, ami ugyanúgy ennyivel magával ragadott? Hát ilyen volt például Horizon Zero Dawn, úgy ott is, így Aloyt is majd esetleg jövőben tervezem cosplayezni, az is ilyen abszolút ilyen. Ott mindent megkerestem, minden questet kijátszottam, teljesen oda-vissza a játékot. Úgy. Mennyire a jövőben tervezed ezt megcsinálni? Hát még ilyen konkrét időpontot nem tudnék mondani, de így egyszer majd valamikor, szóval ennyi van egyelőre. Mit tekintesz a legnagyobb kihívásnak abban a jelmezben? Hát igazából ott is az anyagok szerintem, mert hogy hülyen vissza tudja adni, például ez a bőr, meg szőrme, ezek szerintem nagyon fontosak, hogy ezek, mert ezek hozzátartoznak a karakterhez, meg a sztoriához. Az ilyen varrás, páncélkészítésben melyik a kedvenc részed? Hát inkább a páncélkészítés, meg a kiegészítők, főleg a kiegészítők, így a kardok, meg fegyverek, meg az ilyen apró kis dolgok, például ezen a Senua cosplayen is volt egy csomó minden ilyen kis csattokítót, kis gombok is, ami úgy olyan pici dolognak tűnik, de azért, hogyha már így nagyban néz az ember, akkor nagyon-nagyon sok ilyen extra meló, de én ezeket élvezem igazából a legjobban. A varrás az a gyenge pontom, azt olyan cosplayeket nem igazán tervezek, ami ilyen főleg varrós. Mennyi időt szoktál egy cosplayre fordítani? Hát igazából konkrétan Senua az körülbelül olyan 3 hónap alatt készült el, mert nagyon sok tervezés, meg tényleg így voltak egy például ez a rasztás paróka, az is ilyen nagyon sok időt vett el. Úgyhogy hát hónapok mindenképpen, úgy azt tudom mondani, mindegyik cosplay olyan hónapok. Így az átlag hétköznaponként mennyi időt tudsz erre fordítani? Hát igazából úgy szoktam a dolgozni, hogy így minden napra kitűzök magamnak valami célt, és akkor az, hogyha nincs annyira rá időm, akkor az aznapra egy picit kevesebb dolog, akkor hogyha hétvége is van rá több időm, akkor arra a napra több dolgot, de próbálom azt megtartani, hogyha valamit aznapra kitűztem, akkor az meg is legyen csinálva, és akkor így még, hogyha apránként is, de azért minden nap tudok haladni. Mennyire sikerül ezt a tempót tartani? Hát ez olyan változó, de azért egész jól. Azért, nyilván itt is belefutottam olyan dolgokba, amikor utána csak így egy napig így ültem, és így, most hogyan tovább, Úristen, mi legyen most, hogyan? De aztán persze csak így kell egy ilyen kis így leülni, és akkor végig gondolni, és onnantól kezdve akkor hőfele leszem, és akkor új ötletekkel megy tovább. Aloy előtt esetleg tervezel más megcsinálni, vagy mindenképp ez lesz majd a következő? Hát még tervezek, de valószínűleg csak ilyen kisebb cosplayeket, mert nem mindig szoktam így versenyre kifejezettem meg valami, mert versenyre szeretek inkább különlegesebb cosplayeket, de lehet, hogy lesznek még ilyen egyszerűbb, esetleg animéből is, nem csak ilyen gamer, ilyesmik. Mennyire szoktál hasonló tematikájú rendezvényeket látogatni? A Playtet, amikor csak megteltem, akkor oda kijövök, mert én amúgy Németországban élek kint, szóval, de az ottani konokat is például látogatjuk, de igen, itt van inkább így a Playt, ami nekem, én gamer vagyok, úgyhogy hozzám így az elközelebb. Milyen külföldi rendezvények vannak, amiket meg szoktál látogatni? Most voltunk például, nem olyan rég volt Németország egyik legnagyobb konja, a Dokomi, ami Düsseldorfban kerül megrendezésre, és ott voltunk, és hát azért az egy teljesen más világ így az itthoniakhoz képest, úgyhogy az is nagyon nagy élmény volt. Tervezel esetleg külföldön is versenyezni, mármint ugye Németország per Magyarországon kívül? Hát... Lehet, hogy egyszer majd igen, ahhoz még úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, legalábbis én így szeretném magamat fejleszteni, meg hogyha esetleg lesz tényleg egy olyan cosplay, ami így
azt érzem, hogy na akkor hajrá, de hát majd igen, mindenképpen, mert az is egy új kihívás, és mindig kellenek az új kihívások. Milyen cosplayt tudnál elképzelni arra, amivel indulnál? Hát szeretnék majd mindenképpen valami nagyobb páncélos jellegűt, mert még sosem csináltam egy ilyen full páncélos karaktert, és azok sok meló is, meg érdekes is, úgyhogy az az, ami nekem esetleg egy ilyen külföldi versenyre, de így konkrét karakter az most így még nincs a fejemben, de folyamatosan játszom játékokkal, meg minden, úgyhogy mindig van valami új ötlet. Nagyon jó hangzik, mi megköszönjük neked az interjút, és sok sikert a továbbiakban is.